Kulturális sztárparádé volt a kőbányai önkormányzat képviselőtestületének ülésén, mivel ezúttal köszöntötték a nemrég magas állami kitüntetést kapott Deák Bill Gyulát, Kőbánya díszpolgárát, és Ókovás Szilvesztert, az Operaház főigazgatóját, aki az Eiffel műhelyház révén már egy kicsit kőbányai is. A testület egyúttal megköszönte a 9. parlamenti választókörzet képviselőjének, Burány Sándornak a munkáját, és köszöntötte azokat a képviselőket, akik a következő ciklusban Kőbányát is képviselik a parlamentben. Arató Gergely és Bakos Bernadett jelen volt, Dunai Mónikának később gratulál személyesen a testület. A napirendi pontok hosszú sorában élen járt a kőbányai rendőrkapitányság beszámolója, amely után a képviselők közül jó néhányan jelezték, hogy elismerés illeti a rendőrök munkáját, sőt, a körzeti megbízottak tevékenysége még ezen belül is kiemelkedik. Ugyancsak elismeréssel nyugtázták a képviselők a kerületi tűzoltó parancsnokság beszámolóját, majd elfogadták a vagyonkezelő, a kőkert, a szivárványi idős otthon és a Körösi Kulturális Központ éves beszámolóját, valamint üzleti terveit.